hagyományos erőműveivel, még egyszer, konvencionális fosszilis erőművek plusz vízerőművek plusz biomassa, bőven bármilyen időpillanatban le tudja fedni a maximális rendszertermelést. A maximális rendszertermelés képes is még van nagyjából 60%-i tartaléka, és emellett van gyakorlatilag párhuzamosan egy időjárás függő megújuló kapacitása, amit használ akkor, ha ezek a kapacitások éppen rendelkezésre állnak, és nem használ, ha van. Szó nincsen arról, hogy kiváltanák időjárás függő megújulóval a hagyományosokat két egymással párhuzamosan működő, és nyilván a duplikáció miatt nyilvánvalóan jobban drágább rendszer üzemeltet. Ausztria is hasonló helyzetben van, csak ő a konvencionális vízenergia kapacitása miatt nem annyira épít az időjárás függő megújulókra, de Ausztria is képes a saját igényeit bátran lefedni. Magyarország pedig jelenleg nagyon durván a határon van. Tavaly is több olyan üzemállapot volt, amikor a magyar rendszerben szükséges tartaléknál nem áll rendelkezésre. És miért mondjuk, hogy Európa különösen egy rendszeren nagyon komoly kihívás előtt van, ezt ebből az ábrából lehet látni. 2015-ben az európai villamos energia rendszerben a villany 25%-át atomerőművek, 36%-át fosszilis erőművek adták. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a fosszilisok kiszorulnak a piacról a szén-dioxid kibocsátás korlátozása miatt, akkor nagyon komoly villamos energia mennyiség fog hiányozni a piacról. Az európai villamosenergia rendszerben lévő nagyjából 1 millió megawatti beépített kapacitástól 600 ezer megawatt a kontinentális európai területen, nagy erőművekben található. Ezeknek a nagy erőmű kapacitásnak 41%-a fosszilis erőművekben van, és ezek az erőművek bizony jelentős többségükben ki fognak kerülni a termelésből. Egyszerűen azért, mert egy jelentős részük öreg, 40 év fölötti, és a számításaink szerint ezek az erőművek nagyjából 150 ezer megawatt, tehát a nagy erőműveknek az egy negyede le fog állni a következő 15 évben a nyugdíjazás következtében. Ez az a komoly kihívás, amire az európai villamosenergia rendszerben választ kell adni, és többek között ez az, ami miatt az Európai Bizottság azt mondta, hogy szükség van új beruházásokra. A bizottság azt mondta, hogy van egy piaci hiba, és a magyar állam beavatkozása ezen a piacon azzal, hogy megépíti a két vasú blokkot, ezt a piaci hibát küszöböli ki, a beavatkozása indokolt, arányos, szükséges, és ráadásul a beruházás, amit megvalósítunk, megtörülő. Nem csak, hogy megtörülő, hanem egyértelműen helye van ennek a kapacitásnak a magyar villamosenergia rendszerben. A NAVIR forráselemzése értelmében nagyon komoly kapacitás hiány várható 2030-ra. 2032 után elkezdenek leállni a mostani paksi blokkok. Ezért beszélünk folyamatosan a kapacitás fenntartásról, mert gyakorlatilag azt a kapacitást, amit ma a paks 1 4 blokkjával, 2000 megawattjával képvisel, azt váltjuk ki a paksi 5-ös és a 6-os blokkal, és látjuk ebből az ábrából, hogy bőven maradt fölötte nagyjából 5000 megawattnyi egyéb erőművet kell beépíteni a magyar villamosenergia rendszerbe ahhoz, hogy egy működőképes rendszer legyen. Hogy említettem, a paksi mostani blokkok 2032 után leállnak, az első blokk 32-ben, 34-ben, második 33-ben, 30 és 37-ben a negyedik, és a meggyőződésünk az, hogy a paksi kapacitás fenntartást elengedhetetlen és feltétlenül szükségszerű. Én miniszter úr beszélt a legfontosabb engedélyekről, én nem is szeretnék erre külön kitérni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megvan a környezetvédelmi engedély, hogy megvan a telephely engedély, hogy az összes Európai Uniós jóváhagyást megszereztünk, és közelővel dolgozunk a létesítési engedély kérelmen, ami szükséges ahhoz, hogy magukat a duplás létesítményeket meg lehessen építeni. Hogy pontosan hol, ezen a térképen láthatják a mostani blokkokat, ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es blokk. A Duna az itt
itt látszik a, hát a képen már éppen rendben, a kép alján lenne, hogyha elég nagy lenne a kép, itt lehet látni egy kicsi darabját a lunának. Gyakorlatilag a mostani blokkoktól északra fog megépülni a két új blokk. Ez lesz tehát az üzemi terület, valahol itt az ötös és mellette a hatos blokk. És miniszter úr említette a felvonulási létesítményeket. Ez a felvonulási létesítmény együttes több mint 80 különböző létesítmény, irodák, különböző üzenek, raktárak, étkezdék, tárolóterek. Ezek ezen a kékkel, illetve sárgával jelzett területen fognak megépülni. Miniszter úr szintén említette, hogy nemrégiben a Vas 2 átadta az első munkaterület részt az orosz fővállalkozónak. Erről a kékkel jelzett területről van szó, ahol az első irodai épületek meg fognak épülni. Itt lehet látni az első ilyen épületegyüttest, a menzával, illetve két irodai épülettel. Itt lehet látni, hogy mekkora építési engedély kéne dokumentációt kellett összeállítani csak ehhez a kis épület együtteshez. Ilyen speciális követelmények vannak, hiszen egy atomerőmű biztonsági övezetén belül zajlik majd ez az építkezés, és egy atomerőmű építkezését fogja kiszolgálni. Tehát ezért szigorú szabályok vonatkoznak rá, mint egy bárhol máshol az országban megépítendő irodára. Szóval ez lesz az egyik nagy feladatunk 2018-ban, a másik pedig, amiről már említés lett, én is és ő is, az a létesítési engedélykérelem összeállítása. Ez egy durván 2000 oldalas dokumentáció, a nemzeti standardeknek megfelelően tartalmazza az erőmű előzetes biztonsági jelentését, tartalmaz különböző determinisztikus és valószínűségi alapú biztonsági jelentéseket, különböző műszaki dokumentumokat, műszaki terveket, illetve tematikus háttér elemzéseket, háttér jelentéseket, amelyek mind-mind megalapozzák azt, hogy az erőmű meg tud felelni azoknak a követelményeket, amelyeket a magyar szabályozás előír a számukra. A blokkok így fognak nagyjából kinézni. Ez itt az ötös blokk és tőle északra a hatos blokk. Ahogy elhangzott már, VVR 1200-as 3-20 generációs 8-10-es reaktorokról van szó, duplafalú energetikus légiépülettel, és minden olyan biztonsági szabállyal, ami lehetővé teszi ezeknek az erőművi blokkoknak a működését az Európai Unió területén belül. Itt tartunk, és nagyon köszönöm a lehetőséget, szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you.